Kedves nézőink, Önök a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Navigátor című műsorát látják. Dr. Bódis József 2010. júliusa óta áll az egyetem élén. Az első hónapok után egy kis összegzésre kértük a rektort, aki rövid helyzetjelentést adott a PTE-vel kapcsolatos aktuális kérdésekről. A PTE rektora dr. Bódis József 2010. júliusa óta vezeti az egyetemet. Az első hónapok a fennálló helyzet kezelésének jegyében teltek. Olyan feladathalmaz volt előttünk, amit ilyen tűzoltó jelleggel kellett megoldani, és talán mostanára jutottunk el oda, hogy azokkal jól állunk, és a hosszú távú terveinkkel tudunk foglalkozni. Az közismert egyetemen belül, de egyetemen kívül is, hogy a gazdasági gondjaink zöme a klinikum területéről származik, mégpedig elsősorban azért, mert Magyarországon rendkívül rossz az egészségügy finanszírozása. Ez egy közhely és közismert dolog. Abban bízunk, hogy a kormányzat e tekintetben fog valamelyest lépni. Kétségtelen, hogy korábbra vártuk az intézkedést, de talán a következő napokban már látjuk, hogy körülbelül mihez jutunk. Ez mindenképpen javítaná a klinikai központ helyzetét. Aztán nekünk, főleg akkor, hogyha már látjuk az országos költségvetés fő irányait, akkor ki kell találnunk, hogy mi jövő évben mit fogunk csinálni, hogy fogunk gazdálkodni. Első olvasatban már a szenátus elé kerültek a jövő évi gazdálkodási irányelvek. Hát nem állítom, hogy nagy népszerűségnek örventek, komoly vitákat váltottak ki, de ez nagyon hasznos, mert a viták során derül ki az egyes emberek, karok, stb. Egységeknek a valós álláspontja, és annak megfelelően kell a konzultációk viták során alakítani, hogy aztán a végén mindenki el tudja fogadni. Számos siker és fejlődés már most is látszik az egyetemen. Hogyha a közbeszerzési elképzeléseink sikeresek lesznek, és azért fogalmazok óvatosan, mert Magyarországon ez nem egy egyszerű dolog, akkor a jövő év elején elindulhat a tényleges építés. Durván az átfutás akkor két év. Két és fél év múlva egy a kor színvonalának megfelelő infrastruktúrájú egészségügy áll fönn, és azt gondolom, hogy a sürgősségi betegellátásra ez meg kifejezetten igaz lesz. Ma ugyan van sürgősségi betegellátó egység, de hát nem, hogy nem felel meg a kor követelményeinek, számos egyéb problémával küzd. Valamilyen okból ezt létre kellett hozni, most az átmeneti időben egy más helyszínen, én bízom benne, hogy jobb körülmények között fog folytatódni, de akkor lesz méltó a betegekhez és az ott dolgozókhoz, ha ez a beruházás elkészül. Dr. Bódis József egyik fontos célja az is, hogy a PTE rövid időn belül Magyarország 5 legjobb egyeteme közé tartozzon. Hogyha mi előre akarunk lépni, akkor az olyan ténykedéseinkhez is hozzá kell nyúlni, amivel eddig nem nagyon foglalkoztunk. Hadd mondjam azt, hogy a kutatóegyetem pályázat során az 5. helyen bejutott egyetemhez képest mi el vagyunk maradva durván 150-160 minősítettel, 50-60 akadémiai doktorral, és még az akadémikusok számával is. Ezt nem lehet egyik pillanatra a másikra ledolgozni, viszont ha egy szisztematikus munkát elkezdünk, aminek az alapjai bőven megvannak, hiszen van 20 doktori iskolánk. A 20 doktori iskolában nagyon-nagyon jó munka folyik. A doktori tanácsokon imponáló, hogy milyen pályázatok szerepelnek. Hogyha ezekre odafigyelünk, ha ebben az egész munkában érvényesítünk egy premizálási rendszert, központ és karok együttesen, akkor meggyőződésem, hogy 3-4 év alatt látható eredmények születnek. Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont most végre az olvasóközönség előtt. A Tudásközpont egységes könyvtára október 25-től várja az olvasókat. Könyvtárnyitással egybekötött házavatót tartott a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont. Az ünnepélyes tanévnyitón nem volt lehetőség arra, hogy az épület megalkotóit is ünnepelhessék, így most mindenkinek köszönetet mondtak, aki részt vett a Tudásközpont létrehozásában. Ez egy óriási dolog a
könyvtár életében, de nem csak a könyvtár életében, hanem mindazoknak az életében, akik ennek a projektnek a megvalósulásában, sikere vitelében valamilyen módon együttműködtek. Sokáig nagyon sokan hosszasan dolgoztunk, mindenki a maga érdekeit képviselte. Látszólag ezek az érdekek néha egymás ellen mentek, de én azt gondolom, hogy a végére elsimultak ezek az egyenetlenségek, és most itt állunk mind a hányan, és gondolom, hogy sikerként érjük meg. A konferencia helyszínként már működő épület most könyvtárként is megnyitotta kapuit. Október 25-től várja a Tudásközpont az olvasó közönséget. Ebben az intézményben a közkönyvtári vonalat képviselem én. Tehát a Csorba Győző megyei városi könyvtár az én feladatom, a mi feladatunk. Rengeteg önálló megyei városi könyvtári feladattal. Az biztos, hogy egy érdekes kísérlet és egy tulajdonképpen egy példaértékű kezdeményezés ez. Országosan erre nincs is példa. Az ünnepélyes könyvtárnyitás végén felavatták a kaptár alsó szintjén Szent Kereszti István népi iparművész, Kapoli díjas alkotó, szelíd gesztenyefa gyökeréből készített szobrát. Felsőoktatási marketing konferenciát rendezett a PTE. A kétnapos konferencián a felsőoktatási menedzsmentet és marketinget kutató téma szakértői tanácskoztak, és bemutattak egy hiánypótló kötetet is a témában. A Pécsi Tudományegyetem adott otthont a harmadik felsőoktatási marketing konferenciának, melynek központi témája a mai marketing menedzsment eszközök felsőoktatásban való alkalmazása volt. A felsőoktatás rövidesen egy nagyon megváltozott környezetben fog tevékenykedni. Ezek a stratégiát meghatározó körülmények több szempontból is változnak. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a hallgatói létszámok csökkenni fognak ugye a demográfiai problémák miatt, aminek az a következménye, hogy bizony egy éles piaci verseny kezd majd kialakulni a különböző intézmények között. Tehát mindenkinek meg kell találnia azt a stratégiai rést, amiben ő szeretne komolyan működni. A másik dolog az, hogy fel kell arra is készülnünk, hogy egyes területeken bizony a nemzetközi munkapiacban, az európai munkaerőpiacban kell gondolkodnunk, hiszen számos olyan képzést adunk, szakmát adunk, ahol várhatóan sajnos külföldön fognak a hallgatóink dolgozni. A PTE mindig is élen járt a marketing szemléletű gondolkodásban és oktatásban, így most komoly szakmai háttérre alapozva rendezték meg a konferenciát az egyetemen. A konferencián stratégiai marketing kérdésekkel foglalkozunk. Az első nap első felében ezek a kérdések kerülnek előtérbe, ezt követően az első felsőoktatási marketing verseny pályázói, hallgatói adják elő a pályamunkáikat, illetőleg a prezentációkat, majd a holnapi nap folyamán a kommunikáció és promóció témaköre, és ezt követi az alternatív marketing eszközök témáinak vizsgálata. A konferencián bemutattak egy hiánypótló kiadványt is, az Egyetemi Marketing című kézikönyvet Töröcsik Mária és Kurát Gabriella szerkesztésében. Azért hiánypótló a könyv, mert ilyen célzott tematikájú könyvvel nem találkozunk a magyar irodalmak között, sőt még a nemzetközi irodalom sem nagyon széles körű. Arról van szó ugyanis, hogy az egyetemek egyre nagyobb arányban a bevételeiket a piacról szerzik, és nem pedig állami támogatásból. Ha ez így van, akkor a marketing eszközeivel, a piacképessé tétel lehetőségeivel is kell foglalkozni, és ez valami újszerű a területen, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Az újszerűség persze relatív, mert 10 éve már például itt a Pécsi Tudományegyetemen foglalkozunk egyetemi marketinggel, de eléggé nehezen fogadható el általában az egyetemi vezetők számára az, hogy itt versenyhelyzet van, piacképesnek kell lenni. A konferencián marketinggel, kommunikációval, oktatásszervezéssel foglalkozó neves előadók mutatták be prezentációikat különböző szakterületeket érintve. Olyan témakörökben hallgathatott meg előadásokat az érdeklődő közönség, mint a marketingelmélet új irányai, a belső marketing a felsőoktatásban, a fiatal fogyasztók magatartása, az árképzési lehetőségek a felsőoktatásban, vagy éppen a világhálóban rejlő lehetőségek. Egy fiatal sportoló életét mentették meg a PTE szívgyógyászati klinikáján. A siker többek között egy új magyar fejlesztésű telemetriás EKG készüléknek köszönhető, mely a gyorsan és pontosan felismerték az orvosok a bajt. A sikeres műtétnek köszönhetően a fiú sportkarrierjét is folytathatja.
Cifra Viktor 16 éves sportoló. 3 évvel ezelőtt érezte először, hogy nagyon erősen ver a szíve fociedzés közben, de hiába járt orvostól orvosig, nem tudták kideríteni, mi okozza a tüneteket. Elevenítette fel a fiú édesapja a sikertelen orvosi vizsgálatok sorát. Mindig előjött ez a probléma nála. Havonta, volt, hogy 2 havonta, és nem tudtuk, hogy mit évők legyünk, és ugye ott fönt is már fértek az akadémián. Egy évvel ezelőtt volt ott egy halálos eset sajnos, és mondták a srácnak, hogy tehát így nem engedik edzeni, nem vállalják a felelősséget, hogy tehát nem tudjuk, hogy egyszerűen mi baja van neki. És akkor jöttünk le Pécsre, és mint utolsó megoldást eljöttünk ide a klinikára. Pécsre kerülve aztán Viktor kapott egy készüléket, amivel otthon vagy edzés közben is maga végezhetett EKG méréseket. Ez a gép a Kardi, magyar fejlesztésű készülék, melynek hatalmas előnye, hogyha a panasz jelentkezésekor használja a beteg, a gép a mért EKG jeleket azonnal a klinikára küldi, és gyakorlatilag bárhonnan és bárkinek képes azonnal adatokat továbbítani. Használata pedig nagyon egyszerű. Semmi nehézség nincs a használatában, egyszerűen csak fel kell csatlakoztatni az elektródákat, és csak el kell indítani a gépet, és már magától csinál mindent. A gép jelentősége tehát a korai felismerésben rejlik. Segítségével az orvosok azonnal látják, mi a teendő, és fontos a szűrés során is. Itt Simor Tamás éppen azt magyarázza, mennyire fontos lenne a sportolók szűrése abban, hogy megelőzhető legyen a hirtelen szívhalál. Definiálták pontosan, hogy mik azok az EKG kritériumok, ami alapján tovább kell vizsgálni azt az embert, akinél EKG eltérés van. Mindegyik kardiológus, aki ilyen ugye foglalkozik, azt mondja, hogy igenis 12 elvezetési EKG ad a kulcselem. És az az, amit minél hamarabb, minél gyorsabban, minél jobb minőségbe el kell végezni, és az alapján lehet tovább lépni. Lehet akár, hogyha egy ritmuszavart észlelünk, mint például itt a fiúnál, akkor a ritmuszavar alapján lehet egy katéteres vizsgálatot is indikálni, amely katéteres vizsgálat kideríti a szívritmuszavar okát, és mindjárt kezelni lehet. És vissza lehet rakni az eredeti sportfájultásába. A PTS szívgyógyászati klinikáján az új készülék segítségével megmentették Viktor életét. Kiderült, hogy szívritmus zavarának okát egy szívkatéteres megoldással teljesen meg lehet szüntetni, így ráadásul a sportpályafutását sem kellett megszakítania. A pécsi klinika 150 készüléket bérel, és tervezik, hogy ezekből a háziorvosokhoz is eljuttatnak néhányat, így a betegeknek nem kell a klinikára utazniuk. Dr. Béjáth Iván a PTE közgazdaságtudományi karának intézetvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. 2004 óta az akadémia levelező tagja volt, mára a PTE 2 levelező tagja mellett ő az egyetem 9 rendes tagjának egyike. Béjáth professzor szűkebb szakterülete a vállalati beruházások döntési és finanszírozási problémái, és jelentős eredményeket ért el a terület problémáinak újszerű vizsgálatában. Állami kitüntetést kapott október 23. alkalmából a PTE professzora dr. Borhidi Attila. A botanika, az ökológia és a környezetvédelem terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos és kutatói munkássága elismeréseként az MTA rendes tagjának, Széchenyi díjas botanikusnak a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét adományozták. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét vehette át munkájának elismeréseként dr. Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja. A kitüntetést minden évben olyan személynek ítélik oda, akik saját szakterületükön Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi értékek gyarapítása érdekében példamutató tevékenységet folytattak. Fischer Ferenc egy évvel ezelőtt szintén egy rangos, a Külügyminisztérium Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolataiért kitüntetést, Lánchíd díjat vehetett át. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta dr. Kosztolányi György akadémikus, az Orvosi Genetikai Intézet egyetemi tanára. A professzor úr a kitüntetést az orvosi genetika önálló disziplinaként történő bevezetése, oktatása és a genetikai kutatás terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tevékenysége elismeréseként kapta. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk! A következő percekben a legfontosabb egyetemi események rövid összefoglalóját láthatják.
Az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetsége a Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére alakult 2006-ban 15 alapító egyetemmel, mára 36 további taggal bővült Európa több mint 20 országából. Az idei közgyűlés előadásain kiemelt témaként szerepelt a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni harc, valamint az EKF program értékelése. Az összejövetelünk célja, hogy megosszuk a gondolatainkat és tapasztalatainkat egymással az EKF szellemiségében. Hisszük, hogy az egyetemeknek meghatározó szerepük van az Európa Kulturális Fővárosa program teljes szemléletében, és egyaránt kezükben tartják az oktatás, valamint a kutatás kiemelkedő lehetőségeit. Ezek szellemiségében népszerűsítik a kultúrát is, kiváltképp az európai kultúrát. A rendezvény keretén belül egy hallgatói workshopot is megrendeztek, ahol az ifjúsági részvételt helyezték a középpontba, és az EKF programsorozaton keresztül megvalósuló nemzetközi hallgatói kommunikációról tanácskoztak. Az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetségének közgyűlésén egyetemi vezetők, oktatók és a kultúra területén jártas szakemberek egyaránt képviseltették magukat. Európa 15 országából csaknem 40 előadó tartott előadást három szekcióban. A Unique Compostella konferencián részt vett Andor László is, az Európai Bizottság szociális és foglalkoztatáspolitikai biztosa is, aki előadásában az EKF és az egyetemek fontosságát hangsúlyozta a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben. A PTE Bölcsészettudományi Kara alumni napokat szervezett. A kétnapos rendezvény célja az volt, hogy összehívja és közös programokra invitálja a BTK egykori és jelenlegi hallgatóit. A megnyitón a kar dékánja köszöntötte a vendégeket. Dr. Fischer Ferenc elmondta, körülbelül 1000 fő kapcsolódik már most a bölcsészkar alumni programjához, és a cél az, hogy folyamatosan egyre bővüljön a tagok köre. Elsőként média szekcióban beszélgettek a PTE egykori hallgatói, Bakos Piroska, az MTV szerkesztőműsor vezetője, Máté Krisztina tévés újságíró, producer és Haulis Zoltán producer. Ők mindannyian a pécsi BTK hallgatói voltak, és egyetemista éveikre emlékeztek vissza a kerekasztal beszélgetésen. A BTK alumni napok sport, irodalmi és kisebbségi szekcióban is folytatódott, majd a nap végén a meghívottak, a kar oktatói és a hivatal dolgozói baráti foci mérkőzésen játszottak együtt. Konferenciát rendezett a PTE Klímó könyvtára. A Dom Múzeumban Klímó György püspökre és korára emlékeztek történészek, könyvtárosok, egyetemi oktatók, és egy egész napon át vizsgálták a 18. századi egyház, művelődés és kultúra fontos eseményeit. A konferenciát Klímó György püspök születésének 300. évfordulója alkalmából rendezték meg. A legfontosabb apropó az volt, hogy Klímó György püspök kerek 300 éve született meg április hónapban, úgyhogy ez adta a fő ötletet, a másik pedig, hogy a Pécsi Egyetemi Könyvtár immáron harmadik alkalommal rendezi meg a Klímó könyvtárra kapcsolatos, mint alapítóval kapcsolatos konferenciákat. Nagyon széles tudományterületen keresztül fogjuk Klímó püspök személyiségét bemutatni, hát a fő az a könyvtár történet lesz, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy a korszakban másik két könyvtárnak a képviselése el tudott jönni, az Egri Főszékesegyházi Könyvtár és a Gyulafehérvári Könyvtáré. Ez a három könyvtár szinte egy időben hasonló célokkal alapult. A konferencián a nagy könyvtár alapítókról, a Klímó könyvtár kutatásairól, Klímó György életéről és munkásságáról, valamint Pécs városáról és a pécsi egyházmegyéről hallgathatott meg előadásokat a közönség. Ebben az évben is megrendezte az egyetemi orvosnapokat a PTE általános orvostudományi kara. Elsőként dr. Bódis József, az egyetem rektora köszöntötte a vendégeket, majd dr. Miseta Attila, az AOK dékánja nyitotta meg az orvosnapokat, melyen elismeréseket és kitüntetéseket adtak át, valamint oklevéllel ismerték el a karon 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat. Az orvos kara pro facultate medicinae emlékérem aranyfokozatát adományozta dr. Pitel József egyetemi tanárnak. Ezüst fokozatát vehette át dr. Gregus Zoltán egyetemi tanár és dr. Molnár Dénes egyetemi tanár, míg a kitüntetés bronz fokozatát Basa Árpád épületgépész, Horvátné Salamon Tünde főnővér, valamint Lábadi Árpádné asszisztens vehette át. Az általános orvostudományi kar érdekében végzett kiváló munkájáért dékáni dicséretben részesültek az arra érdemesek, míg a hivatásért Árpádházi Szent Erzsébet emlékérmet Györkő Béláné klinika vezető főnővér vehette el dr. Miseta Attilától.
a KAR aranydiplomát adományozott azoknak az orvosoknak, akik az egyetemen 50 éve szereztek diplomát, a 60 éve végzettek pedig gyémán diplomát vehettek át a KAR vezetőjétől. Ebben az évben is átadták a Romhányi emlékérmet a tantermi előadások keretében végzett magas színvonalú oktató munka elismerésére. Idén ismét dr. Szeberényi József egyetemi tanár és dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár kapta meg a díjat. A kiváló gyakorlatvezető címet is kiosztották, valamint elismerésben részesültek a legjobban oktató intézetek és klinikák is. A hallgatók munkáját is elismerték az orvosnapokon, a köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatókat és az évfolyamok legjobb hallgatóit is kitüntették. A rendezvény végén bemutatták dr. Reglődi Dóra fotókiállítását, melyet a dr. Romhányi György aula galériáján tekinthet meg a közönség. A docens asszony 1994-ben végzett a PTE orvostudományi karon, azóta az Anatómia Intézet egyetemi docense. Mostani kiállításának címe a műtermék művészete. Képein a szövettani metszetkészítés során keletkezett nem kívánatos melléktermékekben, a műtermékekben keresi a szépséget. A Magyar Zenetanárképzés jövője címmel tartott a konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi székházában. A találkozó célja az volt, hogy a hazai zeneművészeti intézmények között olyan megállapodás szülessen, ami még eredményesebbé teheti a művészeti tanárképzést. A rendezvény dr. Colin Foster nyitotta meg, aki elmondta, Magyarországon a zenetanítás igazi hungarikum, és bízik abban, hogy ez a tradíció megmarad. Ezt követően köszöntött mondott dr. Zeller Gyula rektorhelyettes, aki hatékony együttműködést kívánt az intézményeknek. A tanácskozás összes képviselője egyetértett abban, hogy önálló művészi tanárképzés létrehozására, valamint a zenei előadó művészi és elméleti képzés új alapvetően egyéni környezetben történő gyakorlati képzésére, különleges tehetséggondozásra és készségfejlesztésre van szükség. A megállapodást továbbították a szakállamtitkárasszonynak és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, valamint a kormánynak annak érdekében, hogy az elképzelésükről törvény szülessen. Nemzetközi konferenciát szervezett a PTE politikai tanulmányok tanszéke. A Borderless Europe című rendezvény az Európai Uniót érintő legaktuálisabb kérdésekre kereste a választ. Két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy az EKF keretében szeretnénk egy nemzetközi konferenciát az Európai Unióról szervezni. Már akkor látszott az a fajta új kihívással, amivel Európának, az Európai Uniónak meg kell küzdenie. Ezek közül az egyik nagyon fontos kérdés, és lesz olyan szekció, amelyben három kis előadás is foglalkozni a gazdasági kihívás problémáival, és feltételezem, hogy az egyik főelőadónk, a Palánkai Tibor akadémikus úr szintén erre a kérdéskörre fog részben fókuszálni. A konferencián ezen kívül számos izgalmas problémával is foglalkoztak, így például a bővítés kérdésével. A következő fél évben Magyarország lesz az unió soros elnöke, és ez idő alatt szorgalmazni fogja Horvátország mielőbbi csatlakozását. Ez azonban újabb kérdéseket vet fel, például, hogy meddig maradhat működőképes az Európai Unió, vagy hogy milyen eredményei lehetnek az együttműködésnek. A konferencia anyagát angol nyelvű tanulmánykötetben is megjelentetik, és a szervezők bíznak abban, hogy a politikai döntéshozókhoz is eljutnak azok a kérdések és megoldási javaslatok, melyeket a konferencián vetettek fel. Október 14-én még itt Pécsett a Cella Szeptihórában láthatta a közönség ezeket a posztereket, de mára már Isztambulban vannak kiállítva. A Késő római kor és az ókereszténység Szofiáné és Valéria területén című tárlat a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Pécsi Tudományegyetem régészet, valamint az Isztambuli Egyetem művészettörténeti tanszékének hosszú távú együttműködésének egyik állomásaként valósul meg. A projekt célja az oszmán török és a késő római korai keresztény emlékek kölcsönös bemutatása. A kiállításon bemutatták azt a három nyelven megjelent színes katalógust is, ami összefoglalja a tárlat teljes anyagát. A PTE általános orvostudományi kara projektbemutatót rendezett, ahol ismertette a Mind Wellness programot, ami az Európai Unió által támogatott két éves nemzetközi projekt.
A Mind Wellness az időskorúak számára fejleszt ki tananyagot szellemi frissességük megőrzésére, ennek érdekében pedig különböző tudományos háttérrel rendelkező tagokból álló partnerséget alakít ki Európa szerte, akik együttműködve fejlesztik ki az agytornával kapcsolatos tananyagot. A projekt célul tűzte ki egy olyan online tananyag kidolgozását, ami segíti az időskorúak szellemi frissességének megőrzését, és azt, hogy új lehetőségeket teremtsen az 50 év feletti korosztálynak, hogy szabadidejüket közösségben, hasznos és szórakoztató módon töltsék el. Ezen kívül kidolgoznak egy kézikönyvet is, ami útmutatóként és elméleti háttérként szolgál mindazok számára, akik szakmájuknál és érdeklődésüknél fogva az idősebb korosztállyal foglalkoznak. Ebben az évben is a Természettudományi Kar analitikai és környezetkémiai tanszéke rendezte meg a Bioanalitikusok nemzetközi találkozóját. A konferencia az interdisziplináris bioanalitikai találkozó keretében a műszeres analitika területén megrendezett sorozat 7. találkozója volt. A rendezvényen kutatók mutatták be a bioanalitikai területen elért kutatási eredményeket, és lehetőség volt szakmai viták kibontakoztatására is. A találkozón a műszeres analitika bioanalitikai területéről, illetve kémiai, biokémiai, klinikai, gyógyszeranalitikai alkalmazásokról hangoztak el előadások. A nemzetközi konferencián több mint 80-an vettek részt, 15 tudományos előadás hangzott el, és 50 posztert mutattak be a kutatók. Ünnepélyesen felavatták Sipos Marica és Varga Anikó közelítés című vízarchitektúráját a Pollák Mihály műszaki kar kertjében. Az egyetem és a kar vezetőinek köszöntője után Tatai Erzsébet művészettörténész méltatta az alkotást. Elmondta, a vízarchitektúra igazi kuriózum a művészi elgondolás és a kivitelezés szintjén is, és tökéletesen hű nevéhez, hiszen összekapcsolja, egymáshoz közelíti a kar épületeit. 1956. október 23-ára emlékeztek a Pécsi Tudományegyetemen. Az egyetem rektora dr. Bódis József, a karok vezetői és a hallgatói önkormányzatok képviselői helyeztek el koszorúkat a közgazdaságtudományi kar falán. Az emléktábla az egyetemi és főiskolai diákparlament és a pécsi forradalom nyitányának állít emléket. Kedves nézőink, Önök az Unif TV Navigátor című műsorát látták. Legközelebb 2 hét múlva várom Önöket egyetemi hírekkel, addig is megtalálják korábbi adásainkat, valamint a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat az interneten. Viszontlátásra!